A Diugrató Szakák Grand Prix sorozatának második állomásán veszünk részt itt Bábolnán a Nemzeti Bénes Birtokon. Aleszti Alizzal beszélgetünk, aki nemrégiben megnyerte az U25-ös Grand Prix-t. Nehéz volt? Úgy gondolom, hogy a nagy díj pályája elég nehézre sikerült. Ez mutatja azt is, hogy 48 indulóból 8 összevető került ki, és igen, úgy gondolom, hogy elég nehézre sikerült ez a pálya. Mint az alappálya, mint pedig az összevetés. És az összevetés milyen volt, ha 8 indulóból megnyerted? A lovam fárgetegesen jól ugrott, és villámgyorsan levágta ezt a pályát. Én elkezdtük, és azt vettem észre, hogy befejeztük, egyszerűen fenomenálisan jól ugrott, elégedett vagyok vele. Nagyon jó formában vagytok mostanság, ha jól tudom, egy másik győzelemmel a hátad mögött érkeztél ide. Igen, 2 héttel ezelőtt megrendezésre került Balaton világosan az első Hungarian Future Stars nevű verseny, és annak az U25-ös nagy díját sikerült ugyanezzel a lóval, Concordia HB-vel megnyernünk. Akkor megmaradt a jó forma azóta is. Remélem, hogy meg is marad még egy ideig. Igen. És akkor mik a hosszú távú tervek? Ez a koronavírussal kapcsolatos helyzet eléggé áthúzta a számításainkat idénre, ugyanis ez az utolsó évem az ifjúsági kategóriában. Ezért idénre nem tudom, az országos bajnokságon kívül nem nagyon hiszem, hogy vannak más terveink. Hosszú távra pedig minél magasabb kategóriában, minél többet szeretnék versenyezni. Beszéljünk most rólad egy kicsit, és a lovaidról, hol készülsz fel mostanság, hány lóval gyakorolsz? Én Gönyűn a Pirik Farmon készülök fel, napi 5-6 lóval, Pirik Zsolt az edzőmmel. Idomító síkmunkákat, illetve ugróedzéseket szokott nekem tartani, és így készülünk versenyről versenyre. És melyik lóval most győztél, ez a legjobb lovad, vagy melyikkel készülsz még ilyen kategóriákban? Concordia mellett Sablis még a második, hát mondhatom, egy nagypályás lovam, és ezzel a kettővel tudok 25-140-es kategóriákban versenyezni, illetve van még egy harmadik lovam, amivel most tudok versenyekre jönni, a Linea, vele még ez az 120-130-as kategóriákban vagyunk résztvevők. És említetted idén, hogy az országos bajnokság a cél, ott esetleg a dobogó, vagy mi a célkitűzés? Igazából minél jobb helyezést szeretnénk nyilván elérni, majd ahogy sikerül, úgy vagyok vele, hogy menjenek jól a lovak, legyenek oda készítve, legyek jó formában én is, és majd amire elég, arra elég lesz. Akkor lesz még egy budapesti állomás, és a Grand Prix-nak ott szerepelni fogsz? Remélhetőleg igen, terve van, hogy megyünk, valamint utána azt hiszem van még a Széchenyi emlékverseny, még az országos bajnokság előtt az lenne az utolsó verseny, ahol részt veszünk.